Szerencsére Gyula megmentett minket a kutyáktól, de hát kell is ennyi kutya, ahogy meséli nekem. Sok a medve erre, Gyula? Van bőségesen. Tennap az öreget ide a fájba talmodta le. Milyen öreget? Az elmet a Tatit. A kutyát? A juhókba, ő volt a juhókba, és a medve ide ment rá. Ja, a társa, aki a juhokkal van itt. Igen, igen, igen. Jaj, értem. És akkor itt bent, itt volt a medve. A franc, figyelj el. Oda, túlszobozottba, oda hajtottak le a kutyák, oda ment vissza. A medve? Igen? Azt a neki. Hú, és idén nem vitt még el juhat? Még nem ide, de az őszig még van ideje. Őszig még van ideje? És szokott elvinni, vagy volt rá eset? Igen, hogy na, tavaly ősszel a farkasok egyszer vészektek, vagy hát eleve hányan voltak, akkor három juhot vittek tőlem egyszerre. Mennyi? Hét farkas volt? Igen. És hármat vittek egyszerre? Egyszerre hármat vittek. Azt a betyármény. És a kutyák ugye nem tudnak mit tenni ellene. Nem voltam mit csinálni, mert a bozótba. Értem. Bévonulnak, mennek egyet, elhajtnak, de a több intézkedik az arra. És a farkas az elboldogul-e mennyik ezekkel a kutyákkal, vagy? Egy elmen előlik, a több intézkedik. De szamba se veszik a kutyákat. Ma két esztendő, hogy amilyen, ezek kutyakölyök banda. Igen. De a zarábagább kutyákat két őszem ma mind elhordtak. Elhordták a kutyákat? Azt a neki. Hú. Mert látom, ugye a nyakukon is van ez a szöges... Muszáj, de az se ér semmit. Hát ez az se ér semmit? Mert látom, hogy milyen szöges. Tehát ugye ez arra van, hogy a farkas ne fogja meg ugye a nyakát. A nyakatnál fogja, de ő se ér, az se semmit. Az se ér semmit. Pedig ezek is tényleg hatalmas egy kutyák, meg gyönyörűek. Hát jó nagyok, az a ugatós, az mekkora, tehát még az a legnagyobb, nem? Egy nagyságra, de időre még csak esztendős. Időre még csak esztendős, akkor nincs meg a tapasztalata, ugye? Nincs, ő még nem tudja, hogy mit kell csinálni. Ő még nem tudja, hogy mit kell csinálni. Na, ő meg a terelő, gondolom. Az igen. Az tereli ám úgy a birka, a juhokat, ahogy kell, igaz? Igen, amikor szükség. És itt hogy van, Gyula? Kijössz reggel, este mész haza, vagy mennyi ideig maradsz itt? Reggel 7-től este 7-ig. Aztán 7 után meg tanyarod a fájba. Ja, itt van lent a tanya. Igen. Ja, itt láttam is tényleg lent. És igen. Akkor jön a váltás ki? Vagy a juhokat arra terelitek? Igen, vagyunk. Holnap aztán majd az öreg. Szerre járunk. Ja, tehát a juhokat levizitek oda? Igen. Tehát ott védett helyen vannak valamilyen szinten. Hát ott sálébb valóma, ott is tiszta bozott egész körben minden. Értem, tehát oda is bemegy a medve, hogyha arról van szó. Hát a tegnap itt túl azon a zöld kaszállón, igen? Két bocsval ott jött fel, de az este nap előtt. Azt a neki. Bocsával. Így nappal? Nappal. A gyerekek voltak odáll és a mami. Hát mi még nem láttunk most, ahogy jöttünk itt. Mert mondom, mi is fügés tetőről tettünk itt egy jó nagy kört, ugye erre. Biciklikkel. Itt jött, ott merészek vagyunk, Gyula, mit gondolsz? Hát attól, amikor meglasztalak, hogy mennyi merésznek érzik. Ja. Na jó van. Hát akkor szép napot kívánok neked, Gyula.